Az Ez itt a kérdés stúdiójában Gulyás István. 3 évtizede teljesen szabadon működik a magyar könnyűzene. Most pedig elérkezett az újabb generációváltás ideje. De mi lehet a könnyűzene jövője, mi kell ahhoz, hogy valaki Magyarországról világsztárrá váljon? Ez itt a kérdés. Kezdünk! Érkezik hozzánk Dénes Adél, a Petőfi Kulturális Ügynökség popkultúráért felelős vezérigazgató helyettese, aki úgy vallja, hogy a magyar könnyűzene az, ami miatt annyira jó itthon élni. Vendégünk lesz Vince Lilla énekes, aki szerint a dal a lélek és a szellem iránytűje. A zene élt, él és élni fog, ezt pedig már Gúd Ádám médiakutató vallja. Valamint itt lesz Rácz Gergő énekes is, aki úgy látja, hogy napjainkban a magyar könnyűzene sokkal színesebbé vált. Jó estét kívánok a nézőknek, és üdvözlöm a stúdióban vendégeinket, szervusztok! Nagyon izgalmas témáról van szó, és mielőtt elkezdődött, ugye a főcím előtte már beszélgettünk, hogy könnyű zene, kortárs zene, hogy miért van ez a megkülönböztetés egyébként? Lilla, neked nagyon határozott véleményed volt, tessék elmondani. Ez nem könnyű, az élet is, élet se könnyű. Én azt gondolom, hogy van klasszikus zene, és mellette, vagy már fúzióban is, majd ez a beszélgetés alatt kiderül szerintem, hogy milyen átjárhatóságok vannak ebbe, az a szép, én azt mondanám, hogy mai kortárs pop-rock kultúra, és ami még belefér. Adél? Igen, ugye a Lilla és a Gergő is amellett érvelt, hogy tulajdonképpen a klasszikus zene és a komoly zene sem feltétlenül olyan klasszikus műfajban nincs improvizáció, vagy esetleg nincs benne craft, akár én tökre azt tudom néha mondani, hogy a Mozart is full rock and roll. Ja, de ugye én meg azt képviselem, hogy kormányzati szinten, amit mi csinálunk, azért fontos megkülönböztetnünk a könnyű zenét a komoly zenétől, és mi azt is valljuk, hogy minden, ami nem komoly zene, az könnyű zene, tehát a jazztől egészen a népzene, világzenén át minden műfaj ugye ide tartozik, mert ez eddig a könnyű zene, meg a könnyű zenészek és a könnyű zene ipar úgy volt tekintve, hogy ti éljetek meg a piacról, nektek nincs szükségetek arra, mint az összes többi klasszikus művészeti ágnak, olyan szintű kormányzati támogatásokra, mint például a festészet, vagy a könyvszakma, mert ti magatoktól elvagytok a piacon, de hogy ugye most meg is fogalmaztuk, hogy milyen fontos lenne, hogy az iskolában tudjunk ugyanúgy gitárt is tanulni, mint ahogy zongorát, tehát hogy fontos, hogy beemeljük ezt is, mint elsődleges kulturális hordozó, hiszen azért azt kimondhatjuk, hogy a 21. században manapság a fiatalok, és szinte mindenki a könnyű zenén keresztül fogyaszt leginkább magyar kultúrát, úgyhogy ez mégiscsak egy ilyen fontos szereppel bíró dolog, aminek a támogatása és a felkarolása, az egy nagyon fontos kormányzati célá is vált időközben. Tehát nagyon fontos elem a terméklistán a könnyű zene. Gergő, szerinted kortárs vagy könnyű? Én szerintem kortárs, és az egyik nagyon fontos kommunikációs csatorna, ahol azt az életérzést, amiben vannak az emberek napjainkban, azt a zenén keresztül el tudják mondani, a dalszövegeken keresztül, és egy nagyon, nagyon életszerű lenyomat, tehát pláne a mostani aktuális zene az nagyon a reális, vagy az ilyen realisztikus dolgokat kedveli, az, hogy leírjuk az életünket úgy, ahogy az van, és annál hatásosabb, minél pontosabban sikerül leírni, és azáltal, hogy valaki hallgatja az aktuális könnyű zenét, azáltal egy kicsit a saját élményeit megérheti valakin keresztül, aki ezt őszintén átadja. Egy kicsit akkor slam poetry is a könnyű zenét? Igen, hogyha úgy vesszük. Ádám? Nagyon bonyolult a kérdés, hogy én a társadalomtudományok és a kultúratudományok területéről látok rá erre a témakörre, és a több irányzat van. Tehát van egy ilyen klasszikus, mondhatjuk azt, hogy kultúrelitista nézőpont, ami valamilyen szinten lenézően beszél a popkultúráról, popzenéről, és nagyon sok esetben itt egy értéktelenség diskurzus bukkan fel, az a lehetőség, hogy a tömegmédia, a tömegipar, a médiaipar egy manipulációra használja fel, hogy tömegízlést alakít ki, hogy homogenizálja ezáltal a tömegeket, tehát ez egy nagyon negatív, pejoratív értelemben beszél erről
az egész jelenségről. És ezzel szemben például a posztmodern irányzatokban ennek egy pont ellentéte jelenik meg, ahol elmossák ezt az éles határvonalat az elit kultúra, magas kultúra vagy popkultúra között, és sokkal inkább egy értékként tekintenek rá. És amiért szerintem még ez egy nagyon fontos nézőpont, ezzel abszolút tudok én is azonosulni, hogy ez az irányzat elismeri azt, hogy a popzene, a popkultúra rendkívül sokrétű. Tehát akár magas kulturális jegyeket is ebbe el lehet rejteni, és van egy olyan értő része a közönségnek, aki ezt abszolút meg tudja fejteni, és ezt dekódolni tudja, értelmezni, azzal azonosulni. És persze vannak a tömegközönségnek olyan rétegei, akik pusztán egy könnyű dallamra, vagy egy jó dalszövegre jól érzik magukat, és buliznak egy nagyot. Tehát, hogy ebben az is benne van, hogy nagyon sokféle a közönség, ugyanazt a kulturális terméket egészen más szinteken tudják fogyasztani. Volt egy törés a popkultúrában 2020, ugye amikor kitört a Covid-járvány, és bezárkóztunk, be kellett zárkóznunk. Ez meg is tette a hatását a kultúrára is, de aztán valami elindult. Fölálltatok már abból, Gergő Lilla, abból a sokból, amit jelentett nektek? Ez bár ugye te a dalban 2020-ban nyertek. Igen, nekem nagyon élesen ezt együtt éltük át. Elmondhatja, hogy ugye egyik nap még hullott a konfetti, és átvettük a győzelmi díjat a dal című műsorban, és akkor gyakorlatilag három napra rá bejelentették, hogy már nem lehet menni, tehát a következő hétvégén ott már lemondtak minden koncertet, és azt hiszem, hogy az én esetemben ez ilyen nagyon élesen lehetett. Tehát, hogy azt hiszem, hogy az én életemben, tehát az, amikor éppen a legnagyobb siker történt, akkor nem lehetett menni. És ez csalódás volt? Én akkor ezt az egészet betettem egy dobozba, és úgy voltam vele, hogy alkotok, és a stúdióban tettem bele azt a munkát, ami ilyenkor a lelkesedésből fakad, amit ilyenkor az ember átért. És aztán, amikor az első koncertek voltak, akkor nyílt ki a doboz, én egyébként akkor éreztem azt, hogy úristen, hogy miből maradtam ki az elmúlt időben, amikor jöttek a koncerte, és éreztem azt a lelkesedést, és mondom, te jó ég, de hiányzott ez. És én azt gondolom, hogy most ez a nyár, ez megmutatta azt, hogy az embereknek mennyire szükségük van arra, hogy koncerteket lássanak, és hogy élőben énekelhessék azokat a dalokat, amiket egyébként az online platformokon megismertek, mert egy szenzációs közönség volt mindenhol, és nagyon gyűltek az emberek, és nagyon buliztak, és nagyon látszódott rajtuk, hogy jól akarják magukat érezni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nekem az idei koncertek, ezek ilyen idravénásan töltötték belém nem tudom, az elmúlt időszaknak azt a hiányát, amit így átéltünk mindannyian. És nagy a felelősség, tehát ez egyébként egy nagyon jó, hogy beszélünk erről, mert az élet pont erről szól, és ennek a műfajnak még azon belül is, hogy most beszélünk klasszikus, és nagyon varázslatos, és nagy a világ, és nagy a művészet palettája, és akkor még nem is beszéltünk arról, hogy társművészetek, mert az inspiráció mindegyünk életében, ugye képet látsz, festvényeket, költészet, irodalom, színház, tehát mindnyájan már lassan benne vagyunk, és amikor a világ egy pillanatra megáll, egy olyan helyzettel találkozunk, amivel a könyvedbe találkoztunk, és akkor ilyen szinten nem baj, ha az ember olvasott, vagy utána jár egy ilyen problémás helyzetben, amiben egyébként vagyunk, mert az segít és erőt ad, hogy ilyen már előfordult, más formában, mi nem éltük meg, de hogy lehet ilyenkor, mi a feladatunk, hogy nem lehetünk, mi nekünk példát is kell mutatni, hogy valójában egyrészt kinek tudunk segíteni. Bölcsen mi is műhelymunkáztunk, folyamatosan a zenekarba tartottuk egymásba az életet, és mindenkibe, a baráti körbe a legfontosabb. Másrészt felismerni ennek a felelősségét, és a zenének, a mi műfajunknak még az a szerepe, hogy ilyenkor inspirált, tehát olyan dalok és olyan szövegek és dolgok születnek, ami egy picit ennek a feldolgozásában is segít. Nekem is született egy ilyen, elmaradt egy jubiláló nagy koncert, és én ilyenkor azt gondolom, félre rakom, mert nekem fontosabb egybe az emberek boldogsága, nem tudunk úgy ünnepelni, hogyha tudjuk, hogy közben problémák vannak más életében, az együttérzés. És ilyenkor azért mégis ott vannak a barátok és a kollégák, hogy olyan fantasztikus dolgokat kitaláltak, megvalósítottunk olyan dalokat, erről nyilván lehetne részletesen beszélni, de most általánosságban tényleg nagyon-nagyon fontos mérföldkő az életünkben, hogy
ez volt az egyik olyan nagy probléma, amivel mindegyünknek is voltak a fiatalok között, ugye több generációk, akik meg végképp ebben tanástalanok voltak. Tehát ilyenkor a pedagógusoknak, és erről még nyilván beszéljünk, hogy milyen fontos szerepe van a tanároknak, a pedagógusoknak, a barátoknak, a családtagoknak, hogy ezt a fajta művészeti idealizmus, szeretetet arra fordítsuk, amikor egy ilyen válsághelyzetben hogyan lehet ezt túlélni. És itt volt nektek a Petőfi ügynökségnek hihetetlen nagy feladata, mert hogy a mecenatúra, az egyébként felvállalt mecenatúra mellett, itt most gyakorlatilag nektek szociális feladatokat is meg kellett oldanatok, hiszen a legfontosabb bevételeiktől estek el a magyar zenészek, hiszen nem koncertezhettek, be volt zárva a világ, ültünk otthon és néztük a monitort. Igen, a pályázatokon, meg a mindenféle szakmai programokon túl azt gondolom, hogy az online tér kinyílásával, és ezen most ki is nyitok egy jó nagy topikot, ami mindannyiunk felülete lett hirtelen a kultúrafogyasztásra. Mi arra használtuk ezt az időszakot, hogy ezeknek az alkotóknak olyan worldwide is menő és nívós videóanyagokat forgattunk, amivel el tudtuk jutatni őket a közönségükhöz. Tehát hogy ez volt az egyik legnagyobb nehézség mind a közönségnek, mind a zenészeknek, hogy nem tudtak elérni egymáshoz. Ezek voltak. Igen, de hogy a hajógyárral mi azért fölépítettünk egy olyan nagyon aktív YouTube csatornát, aztán egy multimédiás online platformot, amivel tulajdonképpen folyamatos kapcsolatot tudtunk tartani a közönség meg a zenészek között. Azt gondolom, hogy ebben az időszakban elképesztően egy kihívás lett mindenkinek, főként a zenei szcénából, hogy mégis eljusson a közönségéhez, és voltak itt, akiknek ez nagyon-nagyon jól ment, azok nagyon előre szaladtak ebbe a két covidos évben, és volt, akinek ez nem annyira, és érződik is erősen a megcsapanás, de visszatérve az alapkérdésedre, azt el akarom mondani, hogy azért szerencsére kimondhatjuk azt, hogy a 2022-es fesztivál szezon az erősebb volt, mint a Covid előtti évben, tehát érződik mindenkiben az, hogy akarja a hazait támogatni, igénye van arra, hogy kultúrát fogyasszon, könnyű zenét fogyasszon, mert a... Divat lett a magyar zene? Igen, divat lett minden, ami autentikus. Azt gondolom, hogy divat lett, de itt az történt szerintem, hogy amikor ilyen sok minden bizonytalan körülöttünk, akkor kapaszkodót ad egy kicsit az identitásunk, és ezt mindenki elkezdte megérezni, hogy azt, ami körülöttünk van, azt milyen fontos megfogni és szeretni, és a magunkévá tenni. Ez baromi érdekes ez a megközelítés, hogy egy globális pandémia, egy globális probléma, az tulajdonképpen egy identitás erősítő erővé vált. Ádám. Így van, én nagyon érdeklődve hallgattam Gergőnek és Lilának a véleményét abból a szempontból, hogy mi a pandémia időszakában rögtön az első egy-két hónapban elindítottunk olyan médiakutatással kapcsolatos projekteket, amelyek kifejezetten azzal foglalkoztak, hogy mit csinálnak az emberek a pandémiás időszakban, és itt főleg a fiatalokra, az generációra koncentráltunk. És azt láttuk, hogy ez volt az a korosztály, ahol ha a média tartalmaknak az arányát nézzük, hogy bizonyos idő alatt mennyi tartalmat fogyasztanak, akkor abból a zene volt a legmagasabban kiugró téma, illetve tematika. Elképesztően nagy mennyiségben kezdtek el a felszabadult időben a fiatalok zenét fogyasztani. Annak is utána mentünk, hogy ennek mi az oka, és itt abszolút tudok ahhoz kapcsolódni, amit Lilla mondott, hogy tulajdonképpen a valóságtól való elszakadás, ez olyan volt, mint egy safe space, egy ilyen biztonságos hely, ahova el lehet vonulni, ki lehet szakadni a valóságból, egy kicsit el lehet vonatkoztatni azoktól a problémáktól, amik a hétköznapokban ezeket a fiatalokat érintették, vagy a családtagjaikkal kapcsolatban, amivel szembesülniük kellett. És éppen ezért volt az ennek óriási szerepe. És azt kell, hogy mondjam, hogy hasonló kutatásokat elindítottunk most az év elején is, amikor a szomszédunkban egy háborús konfliktus tört ki, és az a helyzet, hogy a mintázat ugyanaz. Tehát azt látjuk a fiataloknál, most más egy picit az oka ennek a cselekvési mintának, de valahol itt is a zene ugyanezt a szerepet tölti be, reményt ad. Tehát, hogy ebből is látszik, igen, hogy egy nagyon... A megjelenési formája ugyanaz, tehát az ok más, de a szorongás az ugyanaz. Az lényegében
ugyanaz, és azért is volt ez érdekes, amikor elkezdtünk ezzel a témával foglalkozni, azonnal párhuzamot vannak a fiatalok a két esemény között, tehát egy olyan korosztályról beszélünk, amely egy viszonylag rövid idő alatt egy fiatal élekkorban két nagyon komoly traumatikus eseményt él át, és ebben a, mind a két eseményben egyébként, amikor ennek a feldolgozásáról, vagy ennek a traumának a kezeléséről van szó, akkor kifejezetten az elének óriási szerepe van. Egyébként ehhez hozzá kell tegyem azt, ami személyes példa is eszembe jutott, hogy én magam, amikor 10 éves voltam, és kiközösítve éreztem magam az iskolában, akkor hazamentem és zenét hallgattam, és akkor határoztam el, hogy én zenével fogok foglalkozni. Tehát maga a zene, az tényleg egy olyan mencsvár annak, aki magányos, hogy azon keresztül, akik ott a zenében szerepelnek, mindenki körül úgy érzi, hogy barátok. Tehát, hogy az egy közösségi élmény egyedül. Uh-huh. És terápia. Így van. Bocsánat, milyen zenét hallgattál? Milyen nyelvű zenét hallgattál? Hát vegyesen. Vegyesen. Egyébként, a zene volt a lényeg. Lilla itt ül, Napoleon Boulevardot nagyon sokat hallgattam. De hallgattam számos zenét, amit elértem, vagy rádióból vettem föl kazettára, és akkor határoztam el, hogy gitározni fogok, és tehát hogy onnan indult el az egész, és gyakorlatilag nekem a mai napig ez egy olyan dolog, hogyha bármiért, akkor megvan rá megfelelő zene. Életet ment. Igen. Udvariatlan voltam, hogy nem beszélgetünk, köszönöm szépen, kedvesek vagytok. Anélkül, hogy titkokat mesélni kell, már azok kellenek, de én mikor beszélek a diákjaimmal, tanítványaimmal, vagy a kollégákkal, barátokkal, és az ember nem lát a sorsok mögé mindig feltétlenül, nem, semmi nem az, aminek látszik, először is egy kedves mondhatom, de mégis azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon-nagyon fontos, vagy a sport, vagy a művészetek, vagy bármi, ami kutató munkával foglalkozik, ha valakinek a kis szívét, lelkét kitölti, és ilyen energiákat ad, akkor eltereli. Tehát olyan életmentő tud lenni, nekem kislánykoromban is ez, ha nem lettem volna zenész, vagy nem ilyen szívvel, lélekkel megtalálom ezt a sorsomat, ezt a fonalat, akkor nem vagyok benne biztos, hogy itt tudok ülni ilyen állapotban, vagy ilyen, még mindig ilyen identitásban, alapvetően idealista vagyok, annak ellenére, hogy tudjuk, hogy a legnagyobb nehézségekben, ha csak József Attilára gondolok, és nem sokára megyünk az ő emlékére Makóra, akkor azt mondom, hogy a legkeményebb életű emberek, a legnagyobb drámákat megélt művészek, írók, költők, legyen mondom József Attila, legyen Marilyn Monroe, de a zenében is tudunk példákat mondani, mégis zseniális dolgokat hoznak ki. És hogy az a saját énje mivé fordul, itt nagyon sok szerepe van a társadalomnak, vagy a barátoknak, vagy azoknak a példáknak, példaképeknek, mert nekem nem lettek volna olyan pedagógusaim a siófoki gimnáziumban, akkor nem biztos, hogy ezen a pályán ilyen módon tudok még kitartóan működni mellette, hogy nem feltétlenül úgy sikerült a pálya, ahogy az első években vagy évtizedben gondoltam. Tehát nagyon-nagyon fontosak azok a pontok, hogy mi az alapkultúra, érdekelne a véleményetek, mert most főleg nagyon érzékenyek vagyunk, hogy én magam is pedagógus vagyok, hogy fel kell ismerni, és nagyon szeretném, ha ezt minden területen felismernék, hogy az alapjaim a legfontosabb, hogy megbecsüljük ezeket a fantasztikus tanárokat, embereket. Nagyon érdekes dolgokat mondasz, de nem véletlenül kérdeztem meg, hogy milyen nyelven hallgattál zenét. Mert van-e arról bármiféle kimutatásotok, Adél vagy Ádám, hogy mennyire ugrott meg a magyar nyelvű zenefogyasztás? Mert hadd mondjak egy példát. Én ugye annak idején még rádióztam is, és azért ott a playlistek összeállításánál mindig az volt, hogy azért hangsúlyozottan szerepeljenek benne az angol nyelvű világszámok, tehát az legyen, és akkor egy-két jó magyar zene, akkoriban azért még inkább a diszkózenék mentek. És mostanában, hogyha utazok körbe itt Közép-Európában, különösen a szláv nyelv területen azt teszem észre, hogy 80%-ban anyanyelvi zene megy a könnyű zenei rádiókban, vagy kortárs rádiókban, és Magyarországon ugyanez egy-két rádió kivételével nem így van. Tehát a playlisteken még mindig 60-70, olykor 80%-ban idegen nyelvi zene megy. És ha nyugat felé megyünk, akkor is azt tesszük észre, hogy vannak olyan országok, ahol anyanyelvi zene megy nagyobb arányban, de minél inkább haladunk például a német nyelvterület felé, annál inkább azt tesszük észre, hogy az angol nyelvű zene megy benne. Egyébként pont a osztrákoknál van az, hogy valami 95% külföldi zene, nem helyi, és ott nincsenek is együttesek. Tehát olyan szinten meggátolja a
a helyi együttesek növekedését, az, hogy a rádiók nem játszanak ottani zenéket, hogy ott nem, hogyha valaki együttest akar alapítani, akkor elmegy Németországba. Tehát ugye annyira nem működik. Tehát az, hogy Magyarországon játszanak hazai zenét a rádiók, az egy nagyon fontos dolog, és azért nagyon hálás mindegyik együttes, és hogyha még több hazai zenét játszanak, akkor még hálásabb, tehát még jobban örülnének neki, mert nagyon-nagyon sokat számít az, hogy az a zenehallgatás, ami nem feltétlenül célirányos, hanem amiből valamit az ember meghall a munkahelyén, vagy az autóban, vagy bárhol, ahol közlekedik, akkor utána rá tud keresni, és ott ismerhet meg új formációkat, vagy új zenéket. Inspiráljátok ezt, Adél, hogy minél több magyar zene legyen? Egyértelműen. Mi ugye a Petőfi Rádióval megtesszük a magunkét itt az MTV-ában. Igen, és azt gondolom, hogy a Petőfi is egyre inkább, egyre több nem a mainstream forgatagból való magyar zenekarnak játsza a zenét, ami nagyon fontos. Két érdekes jelenség van ezzel kapcsolatban. Egyik, hogy azok a magyar zenekarok, akik angol nyelvű dalokkal indulnak el, és már tök jók, és szereznek egy tök jó bázist, azután mégis elkezdenek átállni, és magyar dalokat írni, és magyar nyelven szólni a közönségükhöz, mert valahogy egy nagyobb réteget csak úgy érnek el, lásd a Karzonkommal, vagy az Ivan and the Parazol. A másik izgalmas dolog, meg ami nemzetközi szinten történik, hogy konkrétan az anyanyelvükön éneklő zenekarok futnak be nemzetközi szinten, lásd például az olasz Maneskin, hogy így ez is cool lett, tehát hogy azt látom, hogy akkora nagy kulturális, multimédiás maszlag nehezedik mindenkire, hogy meg annyira erősek azok az irányok, amilyenekké kéne válnunk, és mindenki legyen egyforma, hogy egyre inkább utat tör magának az egyediség és a különlegesség, és azért a magyar nyelv teljesen egzotikus és izgalmas hallgatni, és úgy hat idegen környezetben. Igen, és a világzenében nagyon pörög. Nagyon cool, nagyon egzotikus valami lenne, és abszolút. A világzenében tényleg nagyon pörög. Imádják a magyar nyelvű dalokat, imádják a magyar zenészeket szerte a világon, a világzenében. Ugyanez a könnyű zenében azért. Nektek szerencsétek volt, nagyokat utaztatok, de azért nem mindenkinek adatik meg. De a magyar nyelvről is beszéljünk, mert szerintem ez a nagy kuriózum. Hát nyilván, találj még egy hasonlót. Mi nekem olyan irodalom tanárom volt, hogy Berta János, köszönöm, hogy irodalomnyelvészet egy olyan gimnáziumba jártam, hogy a költészet, úgy kezdtem ezzel élni, gitároztam verseket, és amilyen irodalom órán, ahol tartottunk, azt megzenésítettem. Tehát innen kezdődött az egész zenével való ismerkedésem. Egy olyan kis csomag ez egy életen át, hogy ha az ember rengeteget olvas, és ráadásul költő irodalmi ismerettségem és barátaim a mai napig, hiszen Gáti István is nekem dalokat ír, vagy Térei Jánost említsem, akit 16 éves korában ismertem meg, és akkor már a zsengéi, már a zsenialitása akkor is kiderült a debreceni fiúnak, hogy mi lett belőle, tehát hogy ha így indulunk el, és így beszélek a zenéről, meg akár a saját magam zenéről, de a kollégák zenéről is, és a dalban is nagyon sokszor előhoztuk, hogy nagyon fontos a magyar nyelv, az a gyönyörű magyar nyelvnek nagyon árnyalt, amikor fordítunk angolul, olaszul, franciául, érezzük ennek a, hogy nagyon-nagyon árnyalt. Tehát nagyon nehéz is fordítani jól a magyar nyelv, mert sokkal több minden rejtőzik benne, sokkal több szinonimája, sokkal több árnyalata van, és ezért például én erre még jobban hangsúlyoznék, ezt többször is mondtam, hogy a fiatalok jobban tudnak sokszor már angolul, hihetetlen jól énekelnek, felkészültek, de hogy magyarul szövegeket írni, egy nagyon nehéz és komoly feladat, komoly írói, komoly költői feladat. Tehát azért vagy Dusán, egy Bródi János, vagy a drága Kardos Horváth János, mondjak jó példákat a mai szakirodalomban, a popkultúrában, azért ezek már költők is. És vannak kortársak a Z generációban, mert ugye ők veszik át most már, akik ugyanilyen szinten írnak? Abszolút. Jelen van. Nagyon izgalmas egyébként a Z-generáció abból a szempontból, hogy nyugodtan mondhatjuk azt, hogy forradalmasítják a
kultúrafogyasztást, ezen belül a zeneipart, a zenefogyasztást, magának a könnyű zene iparágnak a működését. Nagyon sok minden megváltozik, pusztán abból a kifolyólag, hogy olyan alternatív csatornákon jutnak egyébként korlátlan mennyiségben zenékhez, ami mondjuk az én fiatalkoromban 80-as, 90-es években elképzelhetetlen lett volna. Tehát, hogy például az úgynevezett kapuőr szerepek, például, hogy kit engedünk be a szcénába, és kit nem, az abszolút zárójelbe tehető sok szempontból, hiszen itt alulról szerveződő ismertségről, alulról szerveződő népszerűségről beszélünk, tehát kit termeli az égeneráció saját magának. Megszűnt nagyon sok esetben. A kulturális cenzúra, milyen jó? Megszüntette magát. Megszüntette magát, igen, fölülírta ez az egész média környezet ennek így a jelentőségét, azt gondolom. Ettől függetlenül persze nyilván egy filter még akkor is van, hogy ki az, aki a mainstream tömegmédiába bekerülhet, tehát a klasszikus platformokra. De az viszont pedig, már abszolút gazdasági elven szerveződik. Igen, tehát pont ezt akartam hozzáfűzni, hogy az is viszont összefügg nagyon sok esetben el az alulról szerveződő mechanizmussal, hiszen azokat választják jellemzően oda be, akik már az online-ban elérték azt a népszerűséget, vagy akár színvonalat is, mert azért azt tegyük hozzá, hogy itt nagyon-nagyon tehetséges fiatal zenészek vannak, akik alulról szerveződve tudnak maguknak nagy láthatóságot és népszerűséget teremteni, és aztán tényleg van egy filter, ami ezt beengedi adott esetben a mainstream tömegmédiában. Nagyon-nagyon izgalmas és nagyon forradalmi éveket élünk, azt gondolom, ilyen szempontból. Adél, a gazdasági szűrő nem tetszett neked? Igen, én azt gondolom, hogy ez az alulról szerveződés attól jó, hogy tulajdonképpen egy hálószobában, vagy egy ugye hálószoba popnak nevezik, tulajdonképpen otthon, házi körülmények között egy egyszerű telefonnal egy jó ötlet, az annyira nagyot tud menni, hogy elér bárkihez nagyon gyorsan. Tehát én azt gondolom, hogy igen. És ettől világsztár lesz, vagy TikTok sztár lesz, az azért egy nagyon fontos kérdés. Vagy az már világsztár. Az kérdés, hogy meddig, és igen, hogy ezt hogy tudja fenntartani, de ehhez nem feltétlenül a zenei tehetsége az, ami szükségeltetik. Én azt gondolom, hogy ez nagyon izgalmas, hogy bárki előtörhet bármikor ezeken a platformokon, és nagyon jól szervezi ezt a kört is, mert folyamatos versengés van. Szerintem nagyon jót tesz neki. A szövegekre visszatérve még az E-generációval, a hip-hop, rap térhódításával szerintem a nyelvünk gazdag felhasználása nincs veszélyben. Én azt látom, hogy óriás versengés van, hogy ezek a fiatal srácok mennyire komoly és összetett szövegeket írnak, ami az úgynevezett klasszikus pop szövegeket akár kenterbe is veri, hogyha egy ilyen versenyről lenne szó. Szóval azt gondolom, hogy nincs gond a nyelvünk gazdagságának a kihasználásával, sőt ez is divat. Sőt, a rap szerintem éppen azáltal, hogy a magyar nyelv az időmértékes versenyzésre kiválóan hát alkalmas. Miatt, ennek van. Következtében baromi jól hangzik magyarul. Hát költők is csinálnak ilyen esteket, ahol ők maguk rappelnek, felolvasnak, hihetetlen ilyen tanúja voltam többször. Tehát ez egyébként már előbb elindult, mint maga a műfaj. Szerintem sokkal korábban, már évtizedekkel ezelőtt volt erről szó, hogy a költészet az maga egy ritmus, tehát annál szebb, amikor Lackey János felolvassa a verseit ritmusában, vagy Gát István, vannak olyan előadók, akik kimondottan színészi kvalitással, olyan ritmusok, a Vörös Sándor versei, hát a hangja előttem van Vörös Sándornak, hogy úgy írta a verseit, hogy ott volt benne a dallam, tehát dallam volt előbb, mint a vers. Tehát ezek nagyon, és ezek a fiatalok nagyon, valóban nagyon tehetségesek, mert ezeket mind ezért van szükség nagyon jó irodalom tanárokra még, mert hogy ezek ilyen irodalom tanár mondjuk, aki így kezdi az órát, hogy gyerekek, akkor ebből a költeményből most csináljunk egy rappet, vagy a rock and roll-t. Egyébként még annyit a hip-hophoz, hogy az egy jó teret ad arra, hogy aki sok mindent le akar írni, az ott le is tud, mert sok szótag van. Tehát a hip-hop meg a rap az egy nagyon sűrű, tehát hogy ott nagyon sok minden belefér, és nagyon sok variáció belefér, nem annyira kötött. Tehát sokszor előfordul az jó hip-hop dalszövegírókkal, hogy a legtöbbet végül azon a refrénen gondolkoznék, ami három hang vagy négy hang, és ez a nehéz a pop dalszövegírásban, hogy az sokkal kötöttebb, és abban a pár szótagban kell valamit megfogalmazni, amit nyilván körülírni egészen hosszan,
könnyebb, mint abban. És csomószor az van, hogy akik nagyon jó rap vagy hip-hop szövegeket írnak, ott a refrénnel meggyűlik a bajuk, mert az egy egyszerűbb, az egy kevesebb szótagból álló, viszont kötöttebb, dallamosabb dolog. Szóval én azt gondolom, hogy mind a kettő a maga nemében nehéz feladat, hogy egy jó hip-hop szöveget írni nyilván több lehetőséggel gazdagabban, vagy pár szótagban megfogalmazni valamit pontosan. Ez mind a kettő egy fontos feladat. Minden csodálatos. Itt tulajdonképpen be is fejezhetjük a műsort, és most jövök én az ünneprontással. Miből éltek meg? Magánügy. Bocsánat. Zenészként miből élsz meg? Többféle bevételi forrás van attól függően, hogy valaki zeneszerző, producer, dalszövegíró, vagy koncert előadó. És akkor mindegyiknek van egy bevételi forrása. Ugye, hogyha rádió fölkap valamit, akkor egy rádiós bevétele van. Nem véletlenül kérdeztem. Ha az online platformon működik jól, akkor a YouTube vagy bármelyik másik online. Mert ugye a jogdíjaknál az volt a probléma, hogy onnantól kezdve, hogy szabad felhasználásúvá vált egy csomó dolog, vagy könnyen hozzáférhető volt, torrentelhető, stb. Eltönt egy csomó pénz. Miközben hihetetlen szellemi energiát, anyagi energiát, fizikai erőt, olykor biológiai leépülést rak bele valaki az alkotásba. És ez nem térül meg. Ez rendeződött? Hát abszolút ahhoz képest rendeződött, amitől megijedtek a lemezkiadók, akkor, amikor megjelentek az első lemez, nincs CD, mondjuk újra megjelent az LP, igen. Tehát ez viszont, a retro hullám az éjjön. Viszont abszolút tehát ez rendeződtek a csomó ilyen streaming, és maga a YouTube, meg a Spotify-tól kezdve az összes olyan platform, ahol hivatalosan lehet zenét letölteni. Ez mindegyik gyakorlatilag rendeződött és hoz bevételt a zenészek számára. Tehát ami ott működik, az valamit ad, és egyébként a hazai könnyű zene hallgatók azt nagyon jól mutatják, hogy mennyire a magyar nyelvű zenére van szükség, mert az ember megnéz egy YouTube top 40-es listát, és külföldi előadóból alig jut be valaki a top 10-be, már alig, tehát mondjuk egy Justin Bieber néha bejut a top 5-be, de egyébként rendre folyamatosan magyar zene van az elején, és ez mondjuk egy rádiós playlisthez képest nagyon más, mert szinte csak magyar zene van mondjuk egy YouTube trendingben, és ez okoz olyat, hogy például elképzelhetetlen lett volna korábban az, hogy az ember versenyezhet Justin Timberlake-kel. Most nekem gyakorlatilag a Mostantól című dalomnak a YouTube-on nagyobb megtekintése van, mint van olyan Justin Timberlake hivatalos official videoklip, ami valószínűleg dollármilliókból készült, ami nem érte el annyi idő alatt azt a nézettséget, és ez annak köszönhető, hogy Magyarországon nagyon sokan, nagyon sokszor megnézték azt a videóklipet, és föl tudja venni a versenyt azzal, hogy világszinten minden rádióba bekerül, meg tévébe, és reklámot kap. Úgyhogy én szerintem ilyen szempontból nagyon jó helyzetben van most egy könnyűzenei alkotó, mert meg tudja találni a közönségét, hogyha olyat csinál, ami fölkelti az érdeklődést. Tehát kívül vannak még olyanok, akik 45 milliót tudnak? Hát kevés. Hát most az elmúlt azért időben... Azért mondom, hogy 45 igen. millióan nézték meg. Igen, igen. Millióan. Igen. Tehát azért ez nagyon húzós. Igen. Szinten bárhol a világ. Csatlakozom hozzád, azt gondolom, hogy van baj. Azt gondolom, hogy a pandémiában az derült ki, vita. Hogy elindul a fight. Az derült ki a pandémiában, hogy még mindig az élő koncertek a főbevételi forrás, a zenészek, a zenekarok, és hát ugye a háttéripar számára is, ami hogyha eltűnik, akkor nagyon nagy százalékban a teljes bevételi forrásunk kockán forog. Itt ugye pandémia nincs már, de háborús helyzet van, és rettenetes gazdasági helyzet van, ami a kultúrát sem kíméli, sőt, hogyha a kenyér meg a kultúra közt kell választani, akkor inkább a kenyeret választjuk sokszor. És hát most konkrétan a játszóhelyek, a klubok,
a művelődési házak és a kulturális intézmények nyitvatartása forog kockán szerintem, úgyhogy én azt gondolom, hogy itt is az alulról szerveződés segített, de ezt is te fogod tudni jobban megmondani. Ugye nem tudom, hogy észrevettétek-e, de hogy azért a YouTube az kiegészült egy olyan lehetőséggel, hogy fizetni tudunk az adott előadónak a produktumáért. Szerintem ezt kell tudnia elérnie az előadóknak, nekünk, a támogatószerveknek, hogy azt a kevés pénzünket, ami maradni fog, okosan és jól tudjuk elosztani, és jöjjünk rá, hogy ha szükségünk van érzelmi, mentális támogatásra a művészet és a zene által, akkor ezért nekünk is a zsebünkbe kell nyúlnunk, és segítenünk kell azt az adott. Nézd, egy fogyasztási termék, tehát nyilvánvalóan örömet okoz, jókedvre derít, pszichésen jót tesz az embernek, nyilvánvaló, hogy ez olyan értéket képvisel, amely adott esetben forintosítható. És erre rögtön rá is csatlakoznék, mert hogy itt a pandémia alatt bekövetkezett egy trendforduló, amire nem nagyon számítottunk, és ez megint az Z-generációhoz köthető, mert ez volt az a korcsoport, akiről majdnem egy évtizeden keresztül úgy beszéltünk, hogy ők azok, akik egyáltalán tartalomért semmilyen formában, semmilyen platformon nem hajlandók fizetni. És ez valóban nagyon sok így is volt, hogy említettétek YouTube, torrentek, stb. Alternatív forrásokból ingyen megszerezték azokat a tartalmakat, ami őket érdekelte. És a pandémia környékén látszott, egyébként valószínűleg ott is a bezártságnak ehhez óriási köze volt, hogy azokért az előadókért, akik nekik valami fontosat nyújtottak ebben az időszakban, vagy egyszerűen átérezték azt a helyzetet, hogy most annak az adott előadónak konkrétan anyagi segítségre van szüksége ahhoz, hogy ezt az időszakot átviselje, abba befektettek, és feliratkoztak ezekre a prémium csatornákra akár, vagy tényleg megtették azt, hogy a Spotify-ra előfizettek, vagy akár anyagilag Patreonon keresztül elkezdték támogatni az adott előadót. Szóval, hogy itt ebben látszik egy olyan fordulat, ami az a helyzet, hogy kitartott a pandémia után is. Tehát, hogy ebben az az érdekes, hogy nem volt azonnal rögtön egy beszakadás azzal párhuzamosan, hogy például az élő fellépéseknek a lehetősége megint megnyílt. Úgyhogy hát reménykedjünk abban, hogy ez működőképes modell. Az a baj, hogy válságból válságba mentünk. Igen. Így van. Hát itt ez egy probléma. Igen, és itt megint arról van szó, amit picit igen az elején beszéltünk, hogy mi is ezen gondolkodunk, én is a zenekarommal, a művésztársainkkal, azért olyanokban egyrészt ugye a zenekar mellett mindenki úgy is zenél, hogy lehet fókuszálni, újra úgymond divatba jönnek a szalon zenélések, ami azt jelenti, hogyha valakinek olyan lakása van, vagy olyan stúdiuma van, vagy egy olyan jó rádió kapcsolata, vagy maga csinál, forgat. Mi is most készítettünk egy olyan saját magunk által készült olyan zenés riport, játékos, hogy mondjam, műfaj, amit próbálkozunk kitalálni a családon belül, vagy így a kollégák, barátok közül, hogy az lesz a jövő, hogy egy kisebb stábbal, vagy trióban zenélni, születni, ilyen úgymond mindig csináltam művészeti esteket, klubokat. Hát most azért nincs nekem is külön klubestem, mert nem tudjuk, hogy mi történik a következő hónapokban, hogy valójában el tudnak-e jönni az emberek, hiszen pont amikor megtörtént sajnos ez a Covid, akkor lett volna nekünk egy nagyon komoly klubestünk veletek, akik megnyertétek a dalt, és mindent le kellett akkor mondani, és akkor azt mondtam, hogy akkor lesz ilyen komolyabb színházi vagy zenei klub, amikor ennek van egy folyamata. Uh-huh. Tehát a kicsi dolgok, kis előadóestek, kis pódiumokra, kis művelődési házakba, saját szerveződésű dolgokat felveszünk lakásba, lakásszínház is, gondoljatok be, nagyon sok sikeres. De van erre fizetőképes kereslet? Szerintem ezt ugyanígy a online-on meg lehet oldani, hasonlóan, mint egy podcastok is működnek. Ez a feladat, hogy megtalálják és kineveljék a saját fizetőképes keresletüket. És a kell cél, tanulnunk egymástól. Az egyedüli kihívás eljutni ténylegesen a célközönségedhez. És ehhez idomultan készíteni olyan művészeti produktumokat, amíg tényleg eljutnak, és tényleg érdeklik a közönségét. Na, ez egy nagyon fontos. Tehát ezt át kell struktúrálnatok azt is, amit eddig alkottatok? Tehát újra kell gondolni? Hát mindent újra futtatunk természetesen, és szerintem a generációknak a párbeszéd, hogy veletek, meg olyan emberekkel, szakemberekkel erről beszélni, hogy hogyan lehet ezt egy, úgy, hogy kimentjük az életünket, és nem lehet az egészet úgy csinálni, mint ha körülöttünk nem történne semmi. Igenis problémák vannak, ahogy te is mondod, igenis együtt kell érezni, segíteni kell, és arról még nem is beszélhettünk, hogy még a zenében esetleg van egy olyan fontos szerepünk, hogy felhívni a zenészeknek, a művészeknek
azt a felelősséget, hogy hogy lehetne a világ még jobb, ugye? Ezt az erőteljességet, ami a 70-es években, vagy régebben egy kicsit azt gondolom erősebb volt. Ezzel is kéne foglalkozni. Csak, így, hogy de akkor viszont jön az állami szerep, megint csak. Mert ugye nagyon fontos, hogy legyen egy magánmecenatúra, hiszen ezeket a dolgokat össze kell hozni, és a magánmecenatúra akkor is magánmecenatúra, hogyha adott esetben egy közösségi oldalon csak 500 forintot utal valaki, csak. Neki annyi volt, és lehet, hogy a legtöbbet adta, amit tehetett. De itt vagy Tokti Adél, Petőfi ügynökség, akinek viszont, ha nem is végtelen, mert azért eléggé véges az a szponzor képesség, ami pénzügyekben nálatok van, de mégiscsak ezt okosan, ügyesen úgy elosztva kell elkölteni, hogy mind az értéket támogassátok, mind pedig ellássátok azt a fajta szociális feladatot, amit adott esetben ilyen helyzetekben el kell látni? Mi most összeszedtük az összes zeneipari szervezetek képviselőit, összeültünk, és kitettük az asztalra, hogy hol fáj a legjobban, és mi az, ami feltétlenül szükséges az életben maradáshoz, úgyhogy teljesen újraírja így módon ez a támogatási rendszereket is, voltak mindenféle célok, export, stb. Lehet, hogy most nem az lesz a legfontosabb dolog, hogy kinek lesz koreai turnéja, hanem az, hogy itthon, hogy bírjuk egymást jól életben tartani és erősíteni. Hát annak függvényében, hogy a szervezetünk is mennyi forráshoz jut, ilyen prioritási lista szerint fogjuk kiosztani. Mindenkit és azokra is gondoltok, akikre általában el szokták felejteni, a kábeles fiúkra, a ródokra, azok akik ott dolgoznak a háttérben, és nélkülük nincs zene. Így van. Tehát hiába vagy te zseniális, hogyha valaki nem dugja be a mikrofonodat, akkor nem működik. Így van. Tavaly is volt a háttéripar szereplőinek egy ilyen újraképesítési pályázata. Mi nekünk az egyharmada a pályázatainknak az a háttériparnak szól, és minden mellett a kiadók menedzsmenteknek is, akik nem a klasszikus technikai háttéripar, úgyhogy igen, egyértelmű. Egyébként itt van nehezebb dolga a háttérembereknek, amikor olyan szerveződések történnek, hogy egészen kis koncertek legyenek, mert hogyha kevés ember tud eljönni egy koncertet, egy pici helyen történik, akkor a stábot már nem tud eltartani, akik egyébként nagy koncerteket csinálnak. Szóval ilyen téren, ez tényleg egy, tehát maga ez a koncertrész, nyilván arról, hogy most megyünk az egyik nehézségből a másikba, arról nem beszéltem az előbb, de ez teljesen így van, hogy gyakorlatilag most ilyen akadályfutók a zenészek, hogy mindig jön valami újabb dolog, és az egy tehát folyamatosan van most valami, ami egy nehézség, és nyilván én igyekszem optimista lenni, meg igyekszem úgy csinálni a dolgokat, hogy arra fókuszálok, aminek örülhetek, de hogy most tényleg ilyen, ezek abszolút... Hogy működik most a sztárság? Nehéz. Ezt azért kérdezem, mert ugye 45 millió YouTube néző, amit de már fölkapja maga a fejét, az idegen nyelvű látogató is, hogy mit néznek ezen 45 millióan? Ez nem és annyi ember nézi meg ilyenkor, hanem... Jó, hát nyilván kattintásnál. De az nagyon sok, tehát akkor ő is belekattint egyet, és lehet, hogy végighallgatja, mert megtetszik neki, és azt mondja, nézd már, van ez a magyar, milyen jól énekel, akkor nézzünk már bele egy kicsit a magyar könnyűzenébe, kortárs könnyűzenébe, és akkor nézzük meg, hogy mit tudnak ezek a fiúk, és lehet, hogy ez egy trendforduló lesz, mert magyarnak nagyon nehéz volt világsztárrá válnia az elmúlt időszakban. Ha belegondolunk, hogy jó, Lilla, te... Nem, csak az is óhajtottam, szerintem... mert ez egy megint egy két hányórás beszélgetés. Ha azonnal, ha eszembe jut, akkor például Máté Péter a zenével lett világsztár. Tehát az Elmegyek és a Nikola az világszám lett, de Máté Péter, mint előadó, nem lett világsztár, hanem az a szellemi termék lett világtermék, amit ő előállított a zenéjével.
Lehet, hogy ez könnyebben lehetővé teszi majd a Máté Péter most élne, akkor megint más lenne a helyzet. Persze. Azért mondom, hogy a történelem, mert abban a 70-es évekről beszélünk, 70-es, 80-as évekről, egész más volt a rendszer. Tehát ez most egy külön műsor. Én ennek a tanúja vagyok, ott még 1 millió lemez volt a csoda. Ja, meg, igen, az, hát az is óriási. Ez olyan, mint egy más bolygón élnénk. Ezért mondom, nagyon tanulságos. Erről is lehet beszélni, de most szerintem a jelenben azért bonyolult, mert ő akkor abban a rendszerben nagyon-nagyon kicsi volt az esély, ott nagyon kevés ember tudott mozgolódni, hiszen volt egy zárt rendszer, amiben nem lehetett világsztárunk, illetve aki volt, akik tudjuk, vagy volt egy Yamaha fesztivál, ne felejtsük, a világ legnagyobb Yamaha fesztiválja, az Omega eljutott, és a Csepregéváék, ugye, de azon kívül, azt hiszem, hosszú szünet, és ők nagyon eredményesek voltak. Na de hát ezért mondom, hogy másképp működött. Most már nincsenek lemezek, nem kiadók vannak csak. Én inkább azt a kérdést is feltenném, hogy mi lenne akkor, hogyha esetleg ez az egész internet, meg ez az egész virtuális, idézőjelben mondom, világ nem tudna működni egyik napról a másikra, akkor arra van egy ötletünk, hogy hogy tudunk működni. Ha valami más platform lenne. Mert még ezen is érdemes gondolkodni, hogy meddig, mennyi erőt bír el, mert ez egy túl méretezett világban élünk, túl van minden, hogy mondjam, túl működések vannak. Tehát akkor ezen eljön a világ vége. Nem világ, nem feltétlenül. Néhány világ. Generációnak arra biztos. Nem is érdemes beszélni, mert azt már nem tudjuk kibeszélni. De. Hanem inkább az, hogy mi van, hogy van-e másik platform még, amire érdemes gondolkodni. Hogy mi lenne akkor a zenékkel, a művészetekkel, hogy van-e más még méretetési forma? Tudományosan tudtok erre valami választ adni? Egy picit visszakanyarodnék a Gergő példájához, ő rá tud kukkantani elvileg a Google statisztikákra. Nekem az a gyanúm egyébként, hogy ez a 45 milliós nézettség, ez döntő mértékben Kárpát-medencén belül született. Mert ezeknek a platformoknak azért van egy olyan sajátossága, hogy az algoritmusok nagyon sok mindent tudnak, és magyar nyelvű felhasználónak fogja kiajánlani jellemzően. Működik, minimális az esély arra, hogy egy idegen nyelvű. Sőt, egyébként az van, hogyha Magyarországon valaki egy egészen sikeres angol nyelvű dolgot produkál, azt sem ajánlja a tengeren túlra. Tehát, hogy ez egy illúzió, hogy mondjuk egy YouTube-on keresztül valami működik, és akkor ez egyszer csak majd Amerikába akkor ajánlhatja. Igen, itt vissza lehet jutni, hogy igazából az egész internet egy illúziója a szabadságnak, mert nagyon kis buborékokban mozgunk, mindenki személy szerint is, meg nemzetként is, meg magyar nyelv, mint olyan, ez így hozzátartozik ez az egész képhez. És egyébként, ami nagyon érdekes dolog szerintem, hogy tényleg, hogy Lila is említette meg, hát ezzel nyilván a kultúrtörténet Magyarországon is foglalkozik, hogy hány kitörési kísérlet volt erre vonatkozóan, hogy magyar előadók nemzetközi környezetben is megmérettessék magukat, és hát tényleg elenyésző, meg sporadikus sikerek voltak ebben. És az a helyzet, hogy ezt a digitális kultúra, illetve most akkor megint térünk vissza a Z-generációra, az Z-generációs előadók, hazai előadók sem nagyon tudják megugrani, és pontosan ezért, mert hogy arra a szintre eljutni, vagy akár Justin Biebert is, most már említettük, tehát globális szupersztárok mögöttük még mindig ott van az a nagyon erős mainstream, klasszikus popkultúra ipar, ami egy magyar énekesnek nem valószínű, hogy segíteni fog abban, hogy világhírt érjen el. De egyébként én, hogyha már ez kérdésként fölmerült, hogy egyébként akkor mi lehet a alternatíva, én azt gondolom, hogy angol nyelvterületen, angol száz zenével magyarok nem fognak tudni berobbanni. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ha valami magyar produkció születik magyar nyelven, vagy valami olyannal, amit más nem tud, csak mi tudunk, és ezt mutatjuk meg a világnak, ott lesz valószínűleg esély arra, hogy globálisan. Emlékeztek még Sebestyén Mártáról? Megint a magyar népzenénk, pontosan, hogy azonban keresztül sokkal több világklasszis. És ugye a világzene, miután a népzenét átnevezték világzenévé, ezáltal tényleg abszolút fogyasztó. Az egyéni zenéket, hát hány kultúrában beépítik a saját zenéket, ha csak megnézik a nagy fesztiválokat, a zenei fesztiválokat. De Babosiék is zseniálisan pörögnek ebben a dologban. Szerintem ez bátorságon múlik, hogy merjük felvállalni a kulturális értékeinket, és merjük beleépíteni azt, ami csak a miénk, és ami csak mi tudunk, és hát
Persze, hogyha nagyon sok pénz adatna, és fölépítenénk a magyar Justin Biebert, akkor sincs ott még Stromályt az, hogy mondok már elviszi ezt magáról ténylegesen. Jó, de azért azt gondolom, hogy mentálisan kell ebben fejlődnünk. De Ádám mondott egy nagyon fontos dolgot, hogy van egy hihetetlenül jól működő zeneipar. És Magyarországon is föl kell építeni egy jól működő zeneipart, hogy azokat a általunk kinevelendőnek tartott, vagy kiemelkedő sztárokat, azokat valóban bevigyük abba a rendszerbe, ahol már valódi termékként, furcsa ezt mondani, de valóban eladható termékként jelennek meg, egy olyan kulturális értéket közvetítve, amely ezáltal világszinten, vagy Európa szinten ismerté válik. Hogy mondok példát, gondolom, bocsáss meg, a Bot Miklóst el fogom felejteni. Igen. Hát nagyon jó példája annak, zseniális a Miklós, tehát olyan szinten esztétikailag, történetileg, kultúrkutatóként, hogy ő is ezeket a kutatásait olyan fantasztikus dolgokra használja, és ilyen embereknek kellene tanítani. És ezáltal, amit mondom, hogy össze kellene sokkal jobban még dolgozódni a műfajnak, a klasszikus zene, népzene, a popzene, és ezt akár egyetemi, akár középiskolai művészeti iskolákban működtetni kiemelten, és akkor lehetne arról beszélni, amit te is mondasz, hogy hiányzik. Ilyen magas kultúra szinte lehet. Lehet más Sárik Péteréknek a Bartók feldolgozásai. Zseniálisak, abszolút. Vagy Török Ádám. Hát zseniális muzsikusokról beszélünk. De ne vegyük el Adéltól a lehetőséget, hogy a zeneipart megalapozza. Igen, én azt gondolom, hogy ez nem lehet cél, hogy magyar világsztárokat gyártsunk, képezzünk ki. Az cél lehet, hogy megerősítsük a hazai zeneipart, és megadjuk annak a lehetőségét az itthoni zenészeinknek, hogy tudjanak élni és alkotni, és minden eszközt oda teszünk nekik, de visszatérek ahhoz, amit mondtam, és szerintem itt fejben kell erősödnünk ahhoz, hogy az alkotásunkat ne a trendek vezéreljék, hanem merjünk beleállni abba, ami a miénk, és legyen saját üzenetünk, és elhiggyük magunkról, hogy a magyar az cool, és magyarnak lenni egy menő dolog. És ehhez fejben kell eljutnunk oda, hogy világsztárokká válhassunk szerintem. Egyetlen egy percünk van. Nagyon rövid válaszokat kérek, Ádám, kezdi. Hol szeretnéd látni a magyar kortárs könnyű zenét 10 év múlva? Szerintem megvan a helye. Ugye, amikor kerestük a szlogeneket, ételmondatokat, akkor, hogy van, volt és lesz, én ugyanezt gondolom, hogy abszolút megvan a helye, és mindig lesznek fogyasztói, akár határon belül vagy kívül. Adél? Én a lakásába szeretném látni mindenkinek, a rádiójába, a playlistjébe, és az összes multimédiás kütyűjén ott beszívezgetve. Szerintem ez a cél. Gergő? Én annak örülnék, hogyha a zeném belül, és akár a könnyű zeném belül is egy olyan harmónia lenne, ahol megfér az alter, a hip-hop, a rock, a pop, és nem hasonlítatnák egymáshoz, hanem azon belül mindenki igyekezne jót csinálni, és mindenki elfogadná, vagy együttműködne, vagy egy fejjel gondolkozna benne. Köszönöm, Lilla, melynek te mint legenda. Balaton, morzsi kutya, vitorlázás, túrázás, akár nem csak az évvel fönt is, együtt dúdoljuk. Mi vagyunk a hangszer, itt van a hangszer a szívünkben. Együtt énekeljünk, fogjuk egymás kezét, és adjon erőt, hogy ezt mindenek felett a művészetek, a zene, itt a szabadság, ez a legfontosabb. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek, és velem töltötték, köszönjük. A nézőkkel töltöttétek ezt köszönjük. Az egy órát. Önök az Ez itt a kérdést látták, műsorunkat újra nézhetik a mediaclick.hu-n és a YouTube-on is. Az Ez itt a kérdés következő adásában arról lesz szó, hogy luxus cikké válhat-e a kultúra. Meglátjuk. Én kollégáim nevében is köszönöm mai megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra. Thank you.